A hagyományokhoz hűen idén is Soponya adott otthont a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválnak és az ezzel párhuzamosan megrendezésre kerülő Fejér megyei vadásznapnak. Majoros Gábor, a vendéglátó Vadex ZRT vezérigazgatója megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy a vadásztársadalom képviselői ismét találkozhattak ezen a tradicionális rendezvényen. Hadd mondjam el, hogy nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy ebben az évben is köszönhetem Önöket ezen a különleges alkalmon, ami már a 17., ami már itt többször elhangzott, 17. éve kerül megrendezésre a kollégáimnak a szervezésében, és nem nehéz kiszámolni, hogy 2007-ben indult útjára az a vadgasztronómiai fesztivál sorozatunk, amivel úgy gondolom, hogy egy tradíciót teremtettünk mára. És szintén elhangzott már itt művész úrnak a felkonferálásában, hogy egyértelműen a kitűzött cél az a gasztronómia, a vadgasztronómia és a vadételek elkészítésének a népszerűsítése volt. Mindaz, amit az elmúlt években elértünk, közös erőfeszítésünk és kitartásunk eredménye is, így az is, hogy ma már számtalan rendezvényt tartanak vármegyeszerte vagy országosan hasonló céllal, és én úgy gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy talán a mi példánkat követve. Ez a rendezvény viszont nem csak a vadhús fogyasztásról szól, és nem csak a vadételek étkezési kultúrájának a fesztiválja, hanem egy alap a hivatásunkból adódóan, ami a vadászat és a vadgazdálkodás ünnepe is, és egyben az őszi vadász szezonnak a megnyitója is. A vadgazdálkodás nem csupán a természeti erőforrások felelősségteljes kezelését jelenti, hanem azt a mély tiszteletet is, amely a természet iránt érzünk. Az itt jelenlévők mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy hivatásunk ne csak munkánk, hanem életünk egyik legfontosabb része legyen. Társaságunk a vadgazdálkodás területén minden évben büszkélkedhet kiemelkedő trófaértékekkel, mind a gím, mind a muflonkos, mind pedig a dám elejtések területén. És itt hadd jegyezzem meg, hogy okvetlen nézzék meg azt a gím trófea kiállítást, amit itt a terület egyik részén ebben az évben is berendeztünk, mert igazán fémjelzi azt a szakmai munkát és kiemelkedő eredményeket, amit a Vadex Mezőföldi ZRT ezen a téren elér. De visszatérve a vadgasztronómiához, révén csak-csak, hogy egy kulináris élményekről szól ez a nap, külön szeretném kiemelni a vadhús fogyasztásának a fontosságát és az előnyeit, és biztos számtalanszor hallották már, és nem mutatva Önöknek, tehát tudva levő és öröm az, hogy a vadhús egyre népszerűbbé válik a fogyasztók körében, hiszen nem csak ízletes és változatos alapanyag, hanem egy egészséges választás is. Magas a fehérje tartalma, alacsony a zsírtartalma, tele van olyan eszenciális vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a vas, cink, B-vitaminok, és emellett nem utolsó sorban a vadhús egy természetes környezetben élő állatoknak a köszönhető, és így minden mesterséges adalékanyagtól és antibiotikumoktól mentes. A tudatos étkezési szokások egyre inkább elterjednek, és mivel modern fogyasztók egyre tudatosabban választanak egészséges és fenntartható élelmiszereket, elmondható, hogy igen nagy jelentősége van ma már a továbbfeldolgozott élelmiszereknek is, így a vadhús továbbfeldolgozott termékeinek is, és egyre inkább abba az irányba halad a világ, hogy gyorsan és könnyen elkészíthető ételek kerüljenek a fogyasztók asztalára. És ebben a törekvésben a Vadex ZRT is az élen kíván járni a jövőben, és a célunk egyre több ilyen típusú élelmiszert kínálni a fogyasztóknak, melyek nem csak ízletesek, táplálóak, hanem gyorsan elkészíthetőek és megfelelnek a mai kor elvárásainak. Nem szabad félni a vadételektől és azoknak az elkészítési menetétől. Egy dolog még, ami nagyon fontos, és el szeretnék mondani, hogy nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a vadhús felvásárlásával, feldolgozásával, de mindannyiunknak a fogyasztásával támogatjuk a helyi vadgazdálkodókat, vadásztársaságokat, hiszen ez a hús ma már megfizethető módon a kiskereskedelmi forgalomban is könnyen elérhető, és a helyi gazdaságok és vadgazdálkodók
életében pedig egy elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük természeti erőforrásainkat és egyensúlyban tartsuk az ökoszisztémánkat. Ez a vadgasztronómiai fesztivál, mint elhangzott, egy ünnep. Gasztronómiai remek művek ünnepe, idén közel 220 konyhamester méri össze főző tudományát professzionális módon, meggyőződésem szerint, és mindannyiunk örömére készülnek már a finomabbnál finomabb ételek, melyekről nem csak a szigorú mesterszakácsokból álló zsűri, hanem a várhatóan több ezer látogató is véleményt fog alkotni. A nap folyamán számtalan kísérőprogram színesíti a rendezvényt, és biztos vagyok benne, hogy mindenki megelégedésére jól fog szórakozni. Ez a fesztivál az én kollégáimról is szól, a mi közösségünkről is. És arról, hogy rendkívüli körülmények között is nagy dolgokat tudnak megvalósítani. Úgyhogy hálás vagyok a kollégáimnak mindazért az elkötelezettségért, amelyel mindennapi munkájuk mellett végezték előkészítő programszervező feladataikat, és szenvedéllyel vesznek részt ma is a fesztivál lebonyolításában. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte azt a szakmai munkát, amely megerősíti a vármegyében élőket, családokat, fiatalokat abban, hogy az épített környezet mellett Fejérben jó kezekben van az erdőgazdálkodás is, amelyet a soponyai találkozó is megerősít. Mai nap legfőbb rendeltetése az a szórakozás, a könnyed kikapcsolódás, az öröm, finom vadételek kóstolása, kulisszális élvezetek, vadgasztronómia, de én azt gondolom, hogy ez a rendezvény ez ennél sokkal többet ad, és sokkal több mindenről szól. A mai rendezvénynek a kis kikapcsolódáson túl szerintem mindenképpen a figyelemfelhívó szerepe az, amely kiemelendő, több szempontú figyelemfelhívó szerepe, hiszen mi itt Fejér vármegyében hisszük és valljuk, hogy a nemzeti és a keresztény értékeinket, azokat őrizni kell, be kell mutatni, gyűjteni kell, tovább kell adni, és gyermekeink, unokáink irányába ezeket megfelelő módon tovább kell, hogy közösen vigyük. Márpedig a vadászati, halászati, vadgasztronómiai kultúra az a nemzeti kultúránk része, és büszkék lehetünk rá itt Fejér vármegyében, hogy az az ezer éves tapasztalás, tudás, ami a vadászati hagyományok, a vadgasztronómia, a vadászati kultúra terén összegyűjtésre, megőrzésre és bemutatásra kerül, az bizony a nemzeti kultúránk része, amelyet közös kötelezettségünk és kötelességünk, hogy a gyermekeinknek továbbadjuk. Mindezen túl nem kell különösebb indokolás és alátámasztás atéren sem, hogy a természet és a vadászat, a vadgasztronómia az nagyon közeli kapcsolatban áll egymással. Nem is olyan régen hazánk adhatott otthont egy nagyon sikeres vadászati világkiállításnak, egy a természettel jeligével. Nyilván mindannyiunk számára összekapcsolódnak ezek a fogalmak, a vadászat, mint hivatás, kinek-kinek másként. Talán azt mindannyian beláthatjuk, hogy a gyermekeink, hogyha kimennek az erdőbe, sétálnak egyet a természetben, akkor jobb helyen vannak, mint hogyha az elektronikus kütyüket nyomkodják otthon, a házban, a szobában, vagy akár korábban az iskolákban, még ha ezt nem is mindig egyszerű megvalósítani. Három gyermekes apaként látom én is, hogy nem könnyű a gyerekeket néha kirángatni a televízió, a számítógép és az elektronikus kütyük világából, de bizonyára elismerhetjük, hogy jobb helyen vannak, hogyha a természetben vannak. És kiki másként látja, én mindig, amikor egy napfényes erdőréten vagy egy réten van lehetőségem tartózkodni, egy kicsit azt is érzem, hogy a Teremtő Isten közelsége az még jobban érezhető, mint a mindennapokban. És talán akkor sem tekintünk másként a természetre, ha csak egy kis kikapcsolódás, egy kis energia, egy kis feltöltődés kapcsán a természetben, az erdőben járunk. Volt egy sajnálatos Covid időszak az elmúlt években, ami egy kicsit talán rávilágított erre, hogy az emberek egy kicsit visszatértek a természet irányában. De talán a természetet szeretnénk megnézni, megvizsgálni. Fekete István Tüskevárban foglalt szavai a legirányadóbbak. Ebben nem csalódsz, nem beszél, így hát nem is hazudik, nem ígér, mégis odaadja mindenét, nem szól, és mégis többet mond, mint ember valaha mondott. Ez a természet önzetlensége, ez a természeti ajándék irányunkba, emberek irányába. Ez egy önzetlen ajándék, de nekünk ezt valamiképpen mindenképp viszonoznunk kell. A viszonozásnak
talán a megőrzés, a természeti értékeinknek a biztosítása, a továbbadása a legfontosabb eleme, és talán itt kell, hogy kiemeljük azt, hogy a vadásznál, a jó vadásznál, a becsületes vadásznál természetbarátabb, a természetet jobban őrző ember nincs is. Sajnos az elmúlt időszakban különböző médiumok által a társadalomban egyfajta pejoratív hangok is felmerültek az egyik legősibb és legtisztességesebb hivatása a vadászattal szemben. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a vadásznál, a becsületes vadásznál nincsen külön természetvédő, természet szerető ember, úgyhogy én köszönöm szépen a vadászoknak a természet iránti elkötelezettségüket, a természet védelmét. És ha már lehetőséget kaptam, és köszönöm szépen Majoros Gábor vezérigazgatónak a meghívást, minden évben el szoktam mondani, és ezt idén is megteszem, lehet, hogy sokaknak ismétlésnek tűnik, de azt gondolom, hogy méltán mondhatjuk büszkén, és mondhatunk köszönetet mind Majoros Gábor vezérigazgató és munkatársa irányába, mint mindenkinek, aki itt Fejérvár megyében erdőgazdálkodást végez, erdő- és vadgazdálkodást végez. Mi köszönjük szépen azt a tevékenységet, amit a Vadex itt a Vármegyénkben évről évre megtestesít, és nem csak a profi, világhírű vadállomány nevelésére, gondozására, a fakitermelésre, a hagyományos értelembe vett erdészeti vadászati tevékenységre gondolok, sokkal inkább arra a társadalmi szemléletre, arra a közjóléti funkcióra, amit a hétköznapokban tapasztalunk, erdei iskolák, kilátók, gyermeknevelési programok, gyakorlatilag nincs olyan területe a Vármegyénknek, ahol ne tudnánk számos példát mondani arra, hogy a Vadex vagy a Vármegye északi részén a Vértes erdő, akiről ugyanezt el tudjuk mondani, hogyan veszi ki a hétköznapokban, hogyan dolgozik azért, hogy az emberek hétköznapját szebbé, jobbá tegye. Tehát ez a közjóléti funkció, gondolom én, hogy az ország többi területén is itt van, így van, de Fejér Vármegyében különösen is kiemelésre méltó. Nobilis Mário államtitkár beszédében hangsúlyozta, a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi találkozója, amely kiváló lehetőséget ad a vadhús, mint konyhai alapanyag népszerűsítésére, széleskörű felhasználási területeinek megismertetésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására, mindezt tartalmas kikapcsolódási és minőségi szórakozási lehetőségek biztosításával fűszerezve. Ez a 17. alkalom azt jelenti, hogy jövőre nagykorú lesz a rendezvény. Ez nem jár azzal, hogy nem fogjuk továbbra is támogatni, hiszen attól, hogy nagykorú egy gyermek, őt továbbra is támogatni kell. És ez a rendezvény a Vadexnek a saját gyereke, akit úgy nevelt föl, hogy ma már a nemzetközi szintéren is ott van. A nemzetközi szintéren is megmutatja, hogy Magyarországon a ősi mitológiában egy vadász, lovas nemzet vagyunk, akik büszkén viselik ezt ezer évvel később is, több mint ezer évvel később is, bár Európában ma sokkal kevésbé divat az, hogy egy országban vadásztanak. Ez egy kicsit meghasonulás is, mert állandóan az egészséges élelmiszerről beszélnek, és arról, hogy mi az egészséges, de mi hisszük, tudjuk, hogy a húsevés és ezen belül a vadhúsevés az, ami az embereknek egy szükséglete, az egészségének egy része. Itt azokkal az élelmiszerekkel tudnak találkozni, amik valóban a természetből jönnek, valóban nem találkoznak semmiféle antibiotikummal, semmiféle kezeléssel. Én bízom benne, hogy ez a Nemzetközi Vadgasztrofesztivál is megmutatja azt a kultúrát, hagyományt, amit mi büszkén őrzünk itt Európa szívében. Megmutatjuk a világnak, hogy igenis szükség van erre, igenis ezt tovább kell és tovább lehet vinni. Krisztián előttem mondta, hogy 3 gyerekes édesapa, én 4 gyerekért felelek jelen pillanatban, akiknek ezt tovább kell adnom, de államtitkárként meg úgy érzem, hogy felelősségem az is, hogy a vadhúsfogyasztást azt egyre népszerűbbé tegyük, úgyhogy minden olyan lehetőséget megragadunk, ahol erre lehetőség van. Ez a rendezvény talán a legnagyobb gasztronómiai fesztivál, és azt pontosan tudjuk, hogy a férfi emberekhez elsősorban a hasukon vezet az út, de hiszem, hogy a hölgyek is szívesen kóstolják meg, és jól érzik magukat itt ezen a rendezvényen, hiszen nem csak enni, hanem zenét hallgatni, vásárolni is lehet. Úgyhogy én jó szórakozást kívánok Önöknek mára.
és remélem, hogy jövőre a 18. születésnapján rendezvénynek azt tudjuk mondani, hogy ugyanígy, ugyanennyien vagy még többen itt vagyunk, és büszkék vagyunk arra, hogy ezt a fesztivált a Vadex elindította, büszkék vagyunk a kollégáikra, hogy ezt a fesztivált minden évben megszervezik. A soponyai találkozó ismét megerősítette, a vadászat szorosan kapcsolódik nemzeti hagyományainkhoz. A vadászat nem csak kultúra, hagyomány és természetvédelem, hanem egészséges élelmiszert is előállító tevékenység, ezért az Agrártárca kiemelten támogatja a hazai vadásztársadalmat, és azért dolgozik, hogy minél többen megismerjék és átéljék azt az inspiráló erőt, amelyet a természetben való egyszerű létezés öröme adhat az embernek. 2021-ben, az most már ugye 3 éve volt, egy mondhatjuk sikeres, hiszen csak a helyszínen 610 ezernél is többen látták, összességében pedig 1,5 millióan látogattak el a különböző rendezvényekre. Rendeztünk egy olyan vadászati és természeti világkiállítást Egy a természettel címmel, amelynek nem csak az volt a feladata, hogy 50 évvel az 1971-es világkiállítás után újra egy metszetét adja a magyar vadgazdálkodás, ezen belül egyébként a vadgasztronómia állapotának, helyzetének és tudásának, hanem az is, hogy folytasson egy küldetést. Egy olyan küldetést, amelynek a szereplői nem csak ezeken az ünnepnapokon, egyébként nem csak a mai ünnepnapon, hanem a mindennapokban is végzik azt a tevékenységet, amely okán, amelyből fakadóan évről évre, aztán 50 évente, meg reméljük ennél gyakrabban, meg tudunk állni egy pillanatra, és meg is ünnepeljük ezt a munkát. A küldetésnek talán az a lényege, hogy a munkát minden nap folytatni kell. Aki foglalkozik vadgazdálkodással, természetesen itt az egyik meghatározó magyarországi erdőgazdálkodónál nem kell ennek a jelentőségéről beszélni, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. És ennek a küldetésnek az is a részét képezi, hogy a kitartás mellett évről évre ismétlődően számot is ad az ember arról, amit végzett. A 17-es szám, ahogy erről itt élcelődtünk, nem csak azért érdekes, mert valóban egy év múlva nagykorúvá teszi a rendezvényt, hanem azért is, mert print szám, ami csak önmagával és egyel osztható, de ez az önmagával való oszthatóság talán a legfontosabb elemi. A 17 év azt jelenti, hogy korábban már 16-szor sikeresen megrendeztük ezt a rendezvényt. Töretlen a lelkesedés, töretlen a részvétel, hiszen idén is közel 50 versenyző főz csak most itt körülöttünk egyébként. És ez azt jelenti, hogy ennek a hétköznapokban végzett munkának, az évente egyszer megünnepelt munkának a jelentőségét nem szabad alábecsülni. Ha már a Nimródot említettük, 5 évvel ezelőtt vettük át a Nimród szerkesztését, és akkor ugyanezt a küldetést vállaltuk föl, hogy nem csak az ünnepnapokat, hanem a hétköznapok erőfeszítéseit is láthatóvá, érezhetővé és megélhetővé tegyük. Ebben vagyunk partnerei a mai napon is egyébként a Vadex Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiváljának. És a másik aspektus egy talán kevésszer emlegetett eleme mindannak, amiről beszélünk, hiszen ami ma itt történik, az nem csak vadgazdálkodás, vadgasztronómia ennek az ünnepe, hanem egy olyan márkaépítés, vagy szokták mondani brandépítés, amely a mai magyar világban talán kevesebb figyelmet kap, de legalább olyan fontos részét kell, hogy képezze az életünknek. Ahhoz, hogy a magyar vadgazdálkodás, a magyar élelmiszeripar, élelmiszerfeldolgozás múltja és jövője biztosított legyen, szükség van brendekre, szükség van márkákra, saját márkákra. Így tudunk versenyképessé válni a nemzetközi piacon, így tudunk a saját nemzetünk számára is évről évre előre haladva jobb és jobb termékeket teremteni és létrehozni, és ennek a brand teremtésnek is meg kell húzni, meg kell fontolni, meg kell emlékezni az eredményeiről, amikor a 17. alkalommal vagyunk itt Soponyán a Vadgasztronómiai Fesztiválon. Azt jelenti, nyugodtan mondhatom és túlzás nélkül mondhatom, hogy ha ma Magyarországról és a magyar vadgasztronómiáról, a vadgazdálkodás feldolgozásáról, azaz a vadgazdálkodás eredményeinek a feldolgozásáról beszélünk, akkor ma már a Vadex nélkül nem lehet említeni Magyarországot. És én azt gondolom, hogy ez ennek a brandépítésnek az elmúlt most már több mint 1,5 évtizednek a nagyon komoly eredménye. Az ember bárhova megy, Közép-Európában vagy Európában, a Vadex neve ismert és ismerős lesz. Ez egy kitartó, hosszú távú munka eredménye.
A rendezvény céljai között mindig kiemelkedő fontossággal bírt a magyar vadászati kultúra és a hazai vadgasztronómia szoros kapcsolatának emberközeli, közérthető és élményekkel fűszerezett bemutatása, ami az idén is megvalósult.